Katolikus Kulturális Hetek rendezvénysorozatának keretében, amely idén a Szent Márton emlékévhez kapcsolódóan Szent Mártonról szólt, a Veszprémi Szaléziánum érsekségi turisztikai központban is kiállítással emlékeztek meg Pannónia szentjére. A tárlatban megtekinthető, a Veszprémi Főegyházmegye területén található valamennyi Szent Márton nevét viselő templom, és több Szent Mártonhoz köthető ünnepről is beszámoltak. A kiállítást Nagy Károly apát kanonok, a Veszprémi Szent Mihály Bazilika plébánosa nyitotta meg. Az egyház dokumentumai tanításai, örültem egy igazgató azt, hogy mondta, hogy mennyi kutatást végeztek még ez a Szent Márton templomokat fölpedéget, mind a kultúra, a tudásnak, őt megmerem kérdezni, milyen szépen mondta, Padányi bírónak az alapjáról festették meg Szent Márton, úgy az egyik templomunkban, és itt tovább. És a harmadik, tehát nem lehetünk dilettánsak, ez a tévén keresztül is mondani, nem lehetünk dilettánsak a kereszténységben. A harmadik pedig az összetartás. Nekünk össze kell tartani, nem a széthúzás, az erő összpontosítása hozza meg nekünk az eredményt. Papok a papokkal, papok a hívekkel, püspökkel, a szentatyával, a keresztény a keresztényel. És így igazán meg tudjuk a világot idézőjelbe a szeretettel fertőzni. Én azt hiszem, Szent Mártonról mindezt elmondhatjuk, hogy ő megfertőzte a szeretetével, és az egész világ ismeri, ugyanúgy, mint a másik magyar szentünk, Árpádházi Szent Margitta, megfertőzte, vagy Szent Teréz anyával, aki kalkutai, megfertőzte a szeretetével a világot. Én azt hiszem, hogy most, amikor ezt a kiállítást megnyitjuk, és a hívek elé tárjuk, akkor azt veszük észre, hogy a tömegkommunikációs eszközökön kezdődik, ennek az intézménynek, ennek a közösségnek a munkáján 5 éves gyümölcsén keresztül sokszor és sokszor nagyon sok szép eredményt lehet elérni. A kiállítás az év végéig tekinthető meg a Veszprémi Szaléziánumban.